Tegnap gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy ahogyan öregszik az ember, úgy egyre több felelősséget kap. Tetszik, nem tetszik. Egyre több felelősséget kap az ember, és meg kell tanulni. Erre tanítjuk a gyerekeinket, hogy először is magukért vállaljanak felelősséget, és azokért a dolgokért vállaljanak felelősséget, amiért tudnak felelősséget vállalni. És hogy más ez egy 4 éves gyereknek, más egy 14 éves gyereknek, és más egy 24 éves gyerek esetén. De mégis a szülői feladat az ez, hogy arra tanítsuk őket, hogy ők tudjanak felelősséget vállalni Isten előtt, először is magukért és a saját dolgaikért, utána a párjukért, utána az ő gyerekeikért, és még mindig nem áll meg a történet, mert valamikor az embernek már annyi tapasztalata van, hogy már felnevelt egy gyereket, felnőtt már ő, házasságban él, felnevelt már gyereket, hogy már ott tart az életben, hogy felelősséget tudna vállalni Isten országában. Isten országának az egyik szeletéért. Ugye erről szól a presbiteri tisztség, hogy a gyülekezet szerint, mások szerint, nem biztos, hogy szerintem, de mások szerint, akik ismernek engem, én már ott tartok az életúton, hogy én tudnék felelősséget vállalni a körzetemért. Erről beszéltünk tegnap, hogy akkor rám nézve az mit jelent. Hogy Isten embereket bízott rám, amikor elvállaltam a presbiteri tisztséget. Lehet, hogy nem erre gondoltam, amikor elvállaltam, az egy másik történet, de mégiscsak az történt. Isten embereket bízott rám, most az a kérdés, hogy én ezt a feladatot hogy oldom meg? Hogyan töltöm, vagy hogyan kezelem ezt a felelősséget? És tegnap beszéltünk róla, hogy az óriási nagy kegyelem az, hogy ehhez a presbiteri munkához már rengeteg felkészítést kaptam az Úrtól, amikor a saját gyermekemet, gyermekeimet neveltem. Csak itt fejbe még összekapcsolni a dolgokat. Ugye, beszéltünk tegnap róla, hogy lehet, hogy ez egy teljesen új gondolat. Lehet, hogy még soha senki nem mondta ezt el, de a Bibliából megnéztük, hogy ez tényleg így van. Aki a saját családját nem tudja vezetni, nem tudja a gyülekezetet vezetni, ami ezt jelenti, hogy amikor neveltem a gyerekeimet, tanultam dolgokat, amelyeket igenis lehet hasznosítani a presbiteri munkában, csak nekem még rá kell jönnöm arra, hogy ez hogy működik. És nem fogunk 3 hónapos továbbképzést szervezni, mint a pedagógusoknak, hogy a végén már azt is rágjuk, amit nem kellett volna. Mindenki most magába tud szállni, és végig tudja gondolni, de majd az élet adja. Hogy amikor már megvan ez a gondolat, akkor majd az éles helyzetekben vissza fogok erre gondolni, erre a gondolatra, hogy ha ez most nem a szomszédom lenne, hanem a gyerekem, tehát az is olyan ember, aki rám van bízva, és őt is el kell vezetnem az Úr Jézushoz, tehát ha ezt most elvonatkoztatok a helyzettől, és a másikban látom a gyereket, aki a lelki életben valahol tart, akkor hogy kell hozzá? Mit kell neki mondani, mi a következő lépés, ami neki segítene. De ugye mindannyiunk ebben a helyzetben vagyunk, hogy minden presbiternek megvan a körzete, és így együtt átlátjuk az egész gyülekezetet, egy kis fantáziával átlátjuk a féltelepülést is gyakorlatilag, ha mindenki tartja a kapcsolatot a körzetéhez tartozó emberekkel. És ugye, amikor közösen leülünk, mint presbitérium, akkor közösen megbeszéljük, hogy a közösségnek mi lenne a jó. Mindig vannak ügyek, amikről beszélni kell, és akkor mindenki hozza azt az információt, azokat a tapasztalatokat, amelyekre szert tett a hétköznapok folyamán, a presbiteri tisztség betöltése folyamán, és akkor egy bizonyos közös ügyben ülünk le, és döntést kell hozni. És ez egy nagyon különleges helyzet, mert az életben nagyon kevés ilyen helyzet van,
Ugye általában egy munkahelyen nem így döntenek, hogy üljünk le közösen, és beszéljük meg közösen, hogy, és nem is nekünk mi lenne a jó, hanem hát megnézném azt a tanári értekezletet, hogy az összes tanár leül, és az lesz a kérdés, hogy a gyerekeknek mi lesz a jó. Hát én ezt megnézném. De hát már általában nem úgy működik, hanem jött egy parancs valahonnan, és azt, na, az lesz a nagy kérdés, hogy hogy tudjuk megvédeni a gyerekeinket ettől a baromságtól, de hogy odaig eljussunk, hogy mi lenne a jó a gyerekeknek, az iskolának, hát nem tudom. Meg más munkahelyeken úgy általában ugyanaz a helyzet. Tehát amikor presbitériumként leülünk, olyan dolgot csinálunk, amit lehet, hogy soha az életben nem tanultunk. És lehet, hogy nem is látunk rá a példát. Ugye? A presbiteri, a testület, a presbitériumi, így mondom, a presbitériumi testületi döntéshozatal, ez egy annyira különleges műfaj, hogy azt igazából csak a presbitériumban lehet megtanulni. De azért mégiscsak lehet erről néhány dolgot mondani, hogy mi történik, amikor ott együtt vagyunk. És van rá bibliai példa, az Apcsel 15-ből szeretnék néhány verset olvasni. Ez az a helyzet, amikor Pál apostol és Barnabás visszatér az első missziói útjukról, visszatérnek abba a gyülekezetbe, ahol ők szolgáltak korábban, mert ugye az antiochiai gyülekezetnek szólt a Szentlélek, hogy pont a két legjobb lelkészt kell elküldeni. Barnabás volt az első lelkész az antiochiai gyülekezetbe. Ő elég gyorsan rájött arra, hogy itt annyi munka van, kellene egy munkatárs. És ő emlékezett arra, hogy volt ez a Pál. És oda ment. Azt mondta Barnabás, a lelkész, azt mondta Pálnak, aki akkor ugye semmilyen tapasztalat, akinek akkor semmilyen tapasztalata nem volt konkrét gyülekezeti munkából, hogy gyere, mert pontosan ilyen tanító emberre van nekem szükségem. Ugye a többit én is tudom, de gyere, mert te vagy az okos tojás, gyere. És Antiochiába tanít Pál apostol, és akkor hívja el a Szentlélek, van ott több lelkész is, és azt mondja a Szentlélek, na ezt a kettőt kérném szépen, akik elkezdték ezt a gyülekezetet. Mert ők tudják, hogy kell ezt csinálni. Akkor most menjenek tovább. Tehát tesznek egy utat, visszatérnek a kiküldő gyülekezetbe, elmesélik, hogy mi történt, aztán ez történik. Apcsel 15. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket, ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis visszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez, ugye ezek a presbiterek, Jeruzsálembe, és miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének, ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten, előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. És ha emlékszünk rá, Pál apostol is eredetileg farizeus volt, tehát itt az egyik farizeus szembe áll más farizeusokkal, azzal a nagy különbséggel, hogy Pál apostol látott mást is. Volt Antiochiában, volt Krétán, volt a mai Törökországban, nem zsidókkal is beszélt, azok is megtértek, tehát ő azóta már sok mindent látott. Azok a farizeusokból, keresztjének, akik ott voltak Júdeában, mindig csak a saját körükben voltak. Ugye az eleve jellemző volt a farizeusokra, hogy ők csak egymás között tudtak érvényesülni. De hát ők is alakítottak egy elméletet, hogy szerintük mit mond az Isten igéje, és a másik oldalon ott áll Pál apostol, neki is van róla a véleménye. 6. vers. Összegyűltek tehát az apostolok és a vének, tehát a presbiterek, hogy tanácskozzanak ebben az ügyben. Tehát mindenki. Ugye? Visszamennek az eredeti keresztény gyülekezetbe, a jeruzsálemi gyülekezetbe,
És az nem úgy van, hogy Pál apostol, és még két farizeus, és még, mit tudom én, Péter, meg Jakab, ők leülnek, és hoznak egy döntést, aztán elmondják a többieknek, hogy mi a helyzet, hanem összehívják a presbitériumot. Most a többit nem, mert ugye elég részletesen leírja a Biblia, de a 22. verstől olvasok tovább. Egy hosszú beszélgetés vita után azt írja a Szentírás, akkor az apostolok és a vének az egész gyülekezettel együtt, tehát ilyen nyilvános, köznyilvános presbitériumú gyűlés volt, tehát hogy ott, mit tudom én, ott az asztaloknál ülnek a presbiterek és vitatkoznak, itt meg a széleken ülnek a gyülekezeti tagok, és drukkolnak párnak, vagy a többieknek, hogy mi lesz itt. De a végén hoznak egy döntést, és a gyülekezet is hallja, látja, és jónak tartja. Tehát az apostolok és az ének, az egész gyülekezettel együtt jónak látták, hogy férfiakat válasszanak ki maguk közül, és elküldjék őket Pállal és Barnabással Antiochiába, mégpedig Júdást, akit Barsabbásnak hívtak, és Szilászt, akik vezető emberek voltak a testvérek között, és ezt a levelet küldték velük. Mi, az apostolok és a vének, a ti testvéreitek, az antiochiai, szíriai és kilikiai pogány származású testvéreknek üdvözletünket küldjük. Mivel meghallottuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésről jutva, jónak láttuk, hogy férfiakat válasszunk és küldjünk hozzátok, ami szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, hogy ők maguk is elmondják nektek ugyanezt élő szóban, mert jónak látta a Szentlélek, és mi is, hogy ne tegyünk több terhet rátok a szükségesnél, hogy tartózkodjatok a bálvány áldozati hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Ha ezektől őriskedtek, jól teszitek, legyetek egészségben. Tehát ez volt a határozat, amit írásba is elküldtek. Tehát mit láttunk itt? Volt egy közös ügy. Volt egy közös ügy, igazából az antiochiai gyülekezetben merült föl, hogy Pál apostol egy bizonyos módon végzi a missziót, mások Júdeából, tehát az ősgyülekezetből jöttek le, és nem értettek ezzel együtt, ott helyben nem tudták megoldani a vitát, azt mondták, jó, akkor menjünk ahhoz a presbitériumhoz, akinek a tekintélyét mindannyian elfogadjuk, és akkor ott megbeszéljük. Oda mennek, és ahogy olvastam, ott van mindenki, az összes vezető ember részt vesz a vitában, és a gyülekezet látja, hallja, hogy mi történik a végén, meg egyet is értenek a döntéssel. Tehát van egy közös ügy, amit közösen megbeszélnek. És mit akarnak elérni? Azt akarják elérni, hogy jöjjenek rá arra, hogy mi az Isten vezetése, mi az Isten akarata, erre az ügyre nézve. Nem az volt a kérdés, hogy a farizeusok mivel járulnak hozzá a gyülekezethez, meg Pál apostol mit tett a gyülekezetért, akkor legyünk okosak, mert a farizeusok lehet, hogy több pénzt adnak, akkor adjunk nekik igazat. Értitek? Nem az volt a szempont. Az volt a szempont, hogyha áldott gyülekezet és áldott egyház akarunk lenni, akkor Isten akaratát kell keresnünk ebben az ügyben. Mert akkor lesz jó. Tehát volt egy közös probléma, és Isten akaratát felismerve egy egyöntetű és egyhangú döntésre jutottak. Ugye? Beszéltek, ki ezt mondta, ki azt mondta, de a végén akkora, tehát annyira világos, hogy mi a helyes válasz, hogy nem kellett róla szavazni. Mindenki egyetértett azzal, hogy ez a jó irány. Nem csak a presbiterek és az apostolok, még a gyülekezeti tagok is, akik ott voltak. Mindenkinek világos volt, hogy ez a jó ügy. És ezt a döntést kommunikálták is. Tehát, ha szabad így mondanom, minden presbiter, aki ott volt, ugye, adta a nevét ahhoz a levélhez, amit szét fognak küldeni a világba, hogy
kinek van igaza? A Szentlélek látta jónak, ez vagy az, és pedig ez a döntés, nem is írták le, de a levélben kiderül, közelebb áll Pál apostol munkamódszeréhez, mint a farizeusok gondolkodásához. És olyan az összes apostol és presbiter nevében megy ki ez a levél. Tehát miután, tehát a közös ügyben meghozták azt a döntést, amely Isten akaratának felel meg, és utána minden presbiter a méltóságát tette kockára azzal, hogy ő adja a nevét ehhez a döntéshez, ahhoz a levélhez. Tehát ha utána a farizeusok közül valaki oda megy a presbiteres vitatkozni, hogy te mit képzeltél, akkor az illető presbiter a döntést fogja megvédeni. Mert a nevét adta, mert ott volt. Mert ő is tudta, hogy ez az Isten akarata, és amikor te most kérdőre vonod ezt a döntést, akkor igazából nem engem, nem velem vitatkozol, hanem Istennel vitatkozol. Nem velem van bajod, hanem az Istennel van bajod, akkor az pedig a te bajod. Nem az enyém. Tehát ez történik az Apcsel 15-ben, úgy gyakorlatilag akkor össze akarom foglalni. És olyan így működik, vagy így, jó lenne, ha így működne, a gyakorlatban, a presbitériumban a döntéshozatal. A legnehezebb ebben az az, hogy amikor összeül a presbitérium, és valamilyen ügybe döntenünk kell, akkor nem az a szempont, hogy nekem mi tetszik. Nem azért vagyok presbiter, hogy ott azt tudjam elérni, ami nekem tetszik. Nem ez a megbízatásom. Ha a presbitériumban ülök, és valamilyen ügyben döntést kell hozni, akkor az a feladatom, hogy Isten akaratát kell megtalálni erre az ügyre nézve, és pedig abban a formában, ami működőképes Lompérton. Lehet, hogy Somlyón ugyanabban az ügyben egy picivel másképp döntést hoznának a testvérek. De mi nem Somlyóért felelünk. Mi Lompértért felelünk. Isten arra hívott el bennünket, hogy az ő országát építjük Lompérton. Van egy társaság, a gyülekezetünk, annak egy része már elkötelezett ebben, hogy ők már Isten országának a polgárai, őket veszünk figyelembe először. És olyan embereket is bízott ránk az Isten, akik még nem tartoznak Isten országába, de mi nagyon szeretnénk, hogy ők is oda kerüljenek. Legalább azok, akik elvileg reformátusok lennének, de nem baj, hogyha a többi is oda kerülne be az Isten országába, aki most meg azt gondolja, hogy más valláshoz tartozik, de lehet, hogy az Isten országáról ott nem is hal. Ugye nekünk az a felelősségünk. Isten építi az ő országát. Az ő országa nem a miénk. De Isten olyan szülő, aki bevonja az ő munkájába az ő gyerekeit. Ahogyan egy anyu is belevonja a lányát a pizzasütésbe. Legalább az enyém szokta. Már kiskorától kezdve a Eszter lányom tanulja a pizzasütést. Most már ott tartunk, hogy lassan rendelni lehet tőle. Tehát, és hogy miért csinálta ezt a feleségem? Ugyan, hogy gyorsabban fog menni, ha a kislányom segít neki? Hát nem. De amikor 4 éves volt, biztos, hogy nem. Ugye, amikor a feleségem egyedül süt egy pizzát, akkor ugye, hát mit tudom, a tészta az ilyen 15 perc talán, aztán meg hagyni kell egy darabig, ugye, aztán meg rátesszük azt, amit szeretnénk, megsüti, kész, vége. Tehát 1 óra alatt megvan egy pizza. Ha bevonja a kislányomat, akkor ugye nem 15 perc ez a tészta, ja, és amikor adjuk a tésztát pihenni, akkor mi nem tudunk pihenni, mert akkor még ki kell takarítani a félkonyhát. Aztán mire rákerül minden
arra a tésztára, amit szeretnénk, és úgy is néz ki, hogy tetszik a kislányomnak meg, és akkor a végén meg sütni kell, ú, gyerekek, ez biztos, hogy na, kétszer annyi idő. Én miért csinálta a feleségem? Hát ő teljesen bolond volt, nem? Hogy bevonta a kislányomat ebbe a pizzasütésbe. Milyen időpazarlás? És nem, mert ami, ahogy mondom, hogy most ott tartunk, gyakorlatilag lassan ott tartunk, hogy lehetne rendelni. És a kislányunk énekelve, dudolva ugyanabban az időben készíti el a pizzát, mint a feleségem. Ugye? Ezt csinálja az Úr Jézus velünk. Ő fogta magát, és 40 nappal a feltámadás után fölment a mennyekbe. És a tanítványainak azt mondta, hogy kedveseim, csináljátok ti is. Építsétek az Isten országát. Miért? Mert így gyorsabban ment? Hát nem. Ha itt maradt volna az Úr Jézus, és végigjárta volna a városokat, nem gyorsabban építette volna föl a keresztény egy házat? Biztos vagyok benne. Ha miért nem csinálta? Miért ment el? Mert az ember úgy tanulja meg a keresztény életet, hogyha van benne neki valami feladata. És az Úr Jézus segít. Ugyan soha nem olyan, hogy az Úr Jézus akkor kilép belőle, hogy akkor csináljátok ti, és akkor én nem csinálok semmit. Szó sincs róla. Ő legalább háromszor annyit csinál, mint mi. Amikor mi is csinálunk valamit, lehet, hogy nem is veszük észre. De ő építi az országát. Lumpérton is. Abba bennünket akar használni. És miközben bennünket használ, akar bennünket formálni. Tanuljuk meg az ő fejével gondolkodni. Ja, ezért kell a Bibliát olvasni. És imádkozni. Azt akarja, hogy tanuljuk meg az embereket szeretni úgy, ahogyan ő szereti őket. Ezért kell látogatni. Ezért kell emberekkel beszélni. Először a körzettel, utána, ha még marad idő, másokkal is. Tehát ha megyek a postára, akkor beprogramozok még 5 percet, hogy valakivel tudjak beszélni. Aki nem a körzetemhez tartozik, vagy aki nem is református, csak építsem a kapcsolatokat. Mert lehet, hogy 3 reformátushoz megyek el, és senki sem akar velem beszélni. Én meg igyekszem, hogy csak ezekkel az emberekkel akarok beszélni, aztán kiderülne, hogyha annyi időt töltenék a postán, és beszélnek XY-nal, aki éppen ott van, lehet, hogy 3 nyitott ajtót találnék abban az időben. Olyan ember találnék, aki nyitott az Isten szavára, közben én megpróbálom azokat elérni, akik nem kíváncsiak az Istenre. Az meg rám néz időpazarlás. Isten megadja a lehetőségeket, én meg azt mondom neki, hogy jaj, nem, uram, bocsánat kérek, tehát ez egy román, 2 nem az én körzetemhez tartozik, tehát akkor küldje valaki mást. Közben az Úr Jézus ott áll a pult mögött, és láthatatlanul néz engem, hogy gyerek, figyelj már ide, adtam neked egy lehetőséget. Most vagy annak az embernek mondod el az evangéliumot, vagy azt az embert szereted, aki a legközelebb van hozzád éppen, vagy pedig nem értetted meg az evangéliumnak a lényegét. Hogy minden áron azokhoz az emberekhez akarsz elmenni, akiket te találtál ki. Na. Ezt az egészet azért mondtam, hogy értsük meg. Amikor egy presbitériumi gyűlésen vagyunk, akkor abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy hozhatunk egy döntést valamilyen ügybe. De a nehézség az, hogy a jó döntés abban a helyzetben nem az, ami nekem tetszik, vagy nem biztos, hogy az lesz, ami nekem tetszik. Ugye soha nem az a jó alapból, ami nekem jó. Az a jó, ami megfelel Isten elképzelésének. És lehet, hogy ez nem felel meg az én elképzelésemnek. De akkor nekem van mit tanulnom. Ha ismerem a körzetemet, ha ismerem azokat az embereket, akik már aktívak a gyülekezetben, ismerem azokat az embereket, akik még nem aktívak a gyülekezetben, vagy a templom közelébe se jönnek, de szeretem őket, beszéltem velük, tudom az ő fejükkel gondolkodni. Tudom, hogy ha
ezt vagy azt tesszük, akkor lehet, hogy az jó lesz nekik is. Akkor tudok érdemben olyan döntéseket hozni, amelyekről itt beszél nekünk a Biblia. Hogy Isten akaratát egy bizonyos üggyel kapcsolatban lefordítjuk a lompérti helyzetre. Mert ezért vagyunk ott. És ha ezt megtanuljuk, akkor meg fogjuk látni a gyümölcsét. Meg fogjuk látni az áldásokat. És újra mondom, ezt csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Erre soha senki nem tudott titeket felkészíteni, mert máshol nincs ilyen. Máshol nincs olyan, hogy nem az érdek számít, nem az én királyságomat építem, nem is a családomnak, vagy valakinek a királyságát építem, hanem Isten országát építem. Ez csak presbitereknek adatott. Hogy lehet ezt csinálni a gyakorlatban? Hát az alap megint az, hogy ismerni kell az embereket. Arról tegnap is beszéltünk. Azt nem lehet kihagyni, egyszerűen. Egy példát fűzök ide be. Például, ha rájövök arra, hogy azok az úgymond reformátusok, azt se tudják, hogy mikor van Isten tisztelet, illetve lehet, hogy azt mondják, hogy ha előre tudnának, hogy ilyen vagy olyan témáról lenne szó, akkor szívesen eljönnek, akkor ez olyan gondolat, amit talán le kellene fordítani a gyakorlatra. Például, csak mondok valamit, kitenni egy táblát a templom elé, oda ráírva, hogy mikor van az Isten tisztelet egyáltalán, és hol van, ha éppen nem a templomban van. És minden héten a tiszteletes úr, mit tudom én, szerdán, amikor már tudja, odaírja, hogy miről lesz szó. Az ígérdetésben. De nem az igelyet mondja, mert ugye ezek az emberek nem olvasnak Bibliát, azt se tudják, hogy mit jelent az, hogy 2 Tim 1:2. Hát ez. Tehát hétköznapi nyelven odaírom, hogy miről fogok beszélni. Egy kicsit, hogyan mondjam, lehet úgy fölírni, hogy aki elolvassa, nem tudja azonnal a választ. Ugye úgy is lehet, tehát láttam már olyan címeket, hogy előre lehet tudni. A keresztény embernek van-e társadalmi felelőssége? Hát ezt elolvasni, hogy jó, hát vagy van, vagy nincs. Hát, arról fog valaki 30 percig beszélni? Komolyan. De lehet mást is odírni. Lehet olyan mondatot, vagy néhány szót odírni, amitől még egy kívülállóba is felmerül a gondolat, hogy erről beszélnek a templomban. Ez komoly? A papnak van ahhoz véleménye, gondolata, mondani valója? Hát lehet, hogy akkor elmegyek. Ugye? Tehát mondom, honnan tudom, hogy ez működik, működhetne? Hát akkor tudom meg, hogy ez működik-e, hogyha tartom a kapcsolatot a rám bízottakkal, a faluval. De fordítva is, ha akárki bármilyen érdekes dolgot mond, hogy akkor jönnék el a templomba, ha tudnék előre, hogy miről beszél a lelkész, akkor ezt ne zárjam le magamban azonnal, hogy ilyen sose lesz. A lelkészünk is csak szombat este tudja, hogy miről fog beszélni, vagy lehet, hogy vasárnap 10:30-kor. Nem, de voltam már olyan Isten tiszteleten, amikor bennem felmerült a gondolat, hogy tényleg? Erre készült egész héten, biztos? De mondom, ha a lelkész tudja, meg készül, a szerdán már tudja, hogy miről lesz szó, és úgy tudja megfogalmazni, hogy tehát nem kánáni nyelven, nem reformátusul, hanem magyarul oda tudja írni 4 szóba, hogy miről lesz szó, a végén talán kérdőjel lesz, vagy felkiáltójel, és egy kívülálló is gondolja, hát érdemes egyszer elmenni. Tételezzük fel, hogy ezzel lehetne az Isten országát építeni. Akkor ugye kár lenne ezt nem csinálni, mert úgy sok pénzbe se kerül. Szervezés kérdése. És akkor csak mondtam egy gondolatot, most nem biztos, hogy ezt kell csinálni Lompérton. Mit tudom én? Én nem ismerem a falut, ti ismeritek a falut, a települést. Ti tudjátok, hogy kit, hogyan, mivel lehet megfogni. Ti is tudjátok, hogy mivel lehet az embereket elriasztani. Ugye, mert egy embert 100-szor kell meghívni, hogy eljöjjön egy Isten tiszteletre, és akkor lehet, hogy eljön. Vagy egy evangelizációra, vagy egy imaalkalomra,
de csak egyszer kell rosszul megszervezni, és az illető soha többé nem jön vissza. Tehát amikor én előadó voltam egy evangelizáción, egy kicsit korábban érkeztem meg az adott helyszínen, és nem volt kivilágítva, nem volt plakáta az ajtón, tehát nem lehetett tudni, hogy lesz ott valami program. Nem állt senki a kapuban, aki engem fogadott volna. Én mégiscsak bemegyek, mert hát én vagyok az előadó, tehát engem nem tudnak elriasztani. Belépek, és ott a színpadon éppen próbát tart az énekar, és senki sem kérdezi meg tőlem, hogy ki vagy, miért jöttél ide. Tehát ha én egy kívülálló lettem volna, akkor úgy megfordultam volna, lehet, hogy már a kapu előtt, hogy biztos lemondták. Mert semmiről sem lehetett felismerni, hogy lesz program, senki sem fogadott engem, senki sem volt kíváncsi rám. Elriasztani csak egyszer kell az embert. Itt az olvasásról beszéltünk éppen. Nagyon nehéz rávenni egy gyereket arról, hogy olvasson. De nagyon egyszerű leszoktatni egy gyereket az olvasásról. Ez nem munka, azt mindenki tudja. Rászoktatni egy gyereket az olvasásra, az a nehéz. Na, ugyanúgy. Rászoktatni valakit arra, hogy járjon Isten tiszteletre. Az borzasztó nehéz. Elérni azt, hogy valaki soha többé ne jöjjön vissza az Isten tiszteletre, azt még én is tudom. Tehát, ott ülünk, felmerül egy ügy. Mivel, ugye, nem az a kérdés, hogy én mit szeretnék ezzel az üggyel kapcsolatban, hanem Isten mit szeretne, nem lehet igazából érdemben egy presbiteri döntést hozni, ha nem tudunk az ügy bibliai hátteréről. Ha komolyan vennénk a szolgálatunkat, akkor semmilyen ügybe nem akarnánk döntést hozni, amiről egy okos ember nem mondott volna néhány mondatban azt, hogy a Biblia szerint mi az alaphozzáállásunk. Hogy Isten mit szeret ebben a helyzetben. Általában, gondolom logikus, ez a lelkésznek a dolga lenne. Délután például a pénzről fogunk beszélni. Mert ugye elég sok alkalom van, amikor a presbitériumnak valamiről döntenie kell, előjön a pénz kérdése. Ezért érdemes, hogyha megtanuljuk azokat az alapvető dolgokat, amelyeket a Biblia mond a pénzünkről. És ha egyszer tudjuk, akkor majd minden alkalommal tudjuk hasznosítani, amikor pénzkérdése merül föl, de például nálunk a Tolnai Egyházmegyében volt most egy, tehát volt egy szokásunk, most felmerült az, hogy ez jó szokása, és két ember leült, és írt egy bibliatanulmányt az egyházmegyi tanácstagoknak a pénzzel kapcsolatban. Tehát egy lelkész az Ószövetségből indult ki, tehát a tizedből indulta ki, és levezetett egy dolgot, és jutott egy bizonyos konklúzióig. Én meg végig lapostam az Új Szövetséget, és mindent jegyeztem, hogy az Úr Jézus és az apostolok mit mondanak pénzről és vagyonról. Azokat a dolgokat is összegyűjtöttem, abból is lett néhány szempont, és abból is lett egy konklúzió. Most ugye tanácsban meg kell beszélnünk, hogy van ilyen és van olyan, akkor mi ezt hogy tudjuk közös nevezőre hozni úgy, hogy ez egy hasznos dolog lehessen nálunk Tolna megyében. És lehet, hogy a végén még bibliórai anyag is születik belőle, és a gyülekezetekbe tudják hasznosítani, hogy kezdjünk el megtanulni, hogy Isten több dolgot is mond, ami a pénzzel kapcsolatos, és amiről érdemes tudni, amikor a gyülekezetnek a pénzügyeiről van szó. Oké. De rengeteg ilyen dolog van. Minden ügynek van valamilyen bibliai háttere. Még a templom felújításnak is lehet bibliai háttere. Hogy ti tudjátok, hogy milyen ügyek vannak még. Biztos, hogy minden dolog, ami terítékre kerül egy presbitériumi gyűlésen, valamilyen módon kapcsolatban áll az Isten országával, mert ha nincs, nem beszélnénk róla.
mert akkor nem a mi ügyünk lenne. Biztos, hogy amikor bármilyen ügyben döntenünk kell, tudnunk kell, hogy ez hogyan kapcsolódik az Isten országához. És mivel, ugye, nem vagyunk bibliatudósok, ezért tartunk egy embert, aki az, és el tudja nekünk mondani. De jó ötlet volt ez a lelkésztartás. Aztán, mielőtt leülünk, és beszélgetünk, azt szoktam javasolni, hogy ha tényleg komolyan veszük azt, hogy közösen akarunk egy közös döntést hozni, akkor érdemes, hogy a meghívóval mindenki minden lényeges információt, tehát minden presbiter lényeges információt megkapja, ami az ügyhöz tartozik. Ugye van egy régi szokás, kommunisták is nagyon jók voltak ebben, hogy az információ visszatartásával lehet befolyásolni az ügynek a menetét. Hogy egyszerűen nem mondok el mindent, amit tudok. Vagy nem mondom el előre, hanem majd ott helyben szembesítem a döntéshozókkal, bizonyos információkkal, és úgy tudom beállítani, hogy ott helyben úgy fognak megijedni, hogy úgy olyan döntést fognak hozni, ami nekem tetszik. Nagyon jól működik ez, mert az egyetemen, a tanszéken a diákokat képviseltem, és én tudtam, hogy az én professzorom nagyon akart dönteni mindig. Tehát ha a diákok akartak valamit, akkor mindig először el kellett mondani a problémát, és már a diákokkal már megbeszéltem, hogy mi mit szeretnénk, de a professzornak mindig két dolgot mondtam, hogy professzor, a következő, ez a kérdés merült föl. Nos, van ez a gondolatunk, és akkor olyan megoldást mondtam, amiben beleépítettem előre egy óriási bakit, hogy miért nem fog működni. Sok pénzbe kerül például. És mondtam azt, amit szerettünk volna. A professzor úr döntse el, hogy hát, Márko, tudod, hogy én ezzel az egyikkel nem értek egyet, mert, és akkor ő mondhatja, hogy milyen okos, akkor legyen inkább az a másik. Hát, professzor úr, ha úgy gondolja, akkor elfogadjuk. Persze, ugye, mert azért főnök, mert azt csinálja, amit mi szeretnénk. De ez tényleg így működik. De értitek, hogy igazából ez csalás. Ugye, tehát a professzorommal ezt meg tudom csinálni, mert nem testületi döntés volt, hanem mentem egy gondolattal, de nem vagyunk mi egyenlők. De a presbitériumban nem szép, ha így állunk hozzá a dologgal. Viszont a legtöbb gyülekezet, legalább Magyarországon még mindig az a szokás, hogy a presbiterek csak ott helyben kapják az információt. Tehát kapnak egy meghívót, oda van én, hogy miről lesz szó, de csak helyben fog kiderülni pontosan. És igazából nem tisztességes. Mert nincs időm végig gondolni a dolgot. És mivel ugye van olyan, mint szolgálati titok, lehetne a meghívóval minden presbiternek odaadni háttér anyagot, amiben le van írva, hogy miről fogunk beszélni, mik a szempontok, és akkor mibe kell pontosan döntenünk, mik az előnyök, mik a hátrányok. Ugye ez óriási terhet ró a vezetőségre, tehát a lelkészre és a gondokra, hogy elő kell készíteni. Viszont az előnye az, hogy ott helyben már nem kell annyit beszélni. Mert ha mindenki 3 nappal korában, meg minden presbiter 3 nappal korában megkapja az anyagot, és van kérdés, akkor már föl tudja hívni a gondokot. A lelkész nem van, akkor már neki más dolga van, de fel tudja hívni a gondokat, hogy azt olvastam, hogy erről fogunk beszélni, de lenne még egy kérdésem. Újra mondom, szolgálati titok, tehát a párommal nem beszélhetemek, a gyerekeimmel nem beszélhetemek, ez az információ nem mehet ki a gyülekezetbe, de nekem tudnom kell arról, és minél többet tudok meg előre, annál kevesebb időt kell tölteni a presbitériumi gyűlésen. Mert előre már tisztáztunk dolgokat, és ott a lényekről lehet beszélni. Sokkal hatékonyabb, és sokkal igazságosabb igazából. De ugye azt is meg kell tanulni. Mondom, hogy nagyon kevés gyülekezetet ismerek, ahol legalább Magyarországon, vagy magyar nyelvterületen, hol ezt gyakorolják. Én ezt Hollandiából hoztam. Tehát Hollandiában ez a normális. Hogy amikor jön a meghívó, akkor jön a háttéranyag is. Előre tudjuk, hogy miről fogunk beszélni. Ha valami kérdés, tehát tudok rajta gondolkodni, ha van egy tisztázandó dolog, akkor előre meg tudom kérdezni, és ott már csak arról kell beszélni, hogy mi lenne a jó megoldás.
De nem megy el fél óra azzal, hogy a gondok vagy a lelkész elmagyarázza, hogy miről van egyáltalán szó. Mert azt már tudjuk. Hozzáteszem, hogy Hollandiában is az volt a szokás, hogy és 3 napon belül megkapod a jegyzőkönyvet. Tehát nem a következő gyűlésen kerül elő a jegyzőkönyv, hanem 3 napon belül visszaolvashatod, hogy mit is döntöttünk. Tehát az is egy hasznos dolog. És ott vagyunk, akkor a legjobb, ha testületi vezetésről beszélünk, és közösen Isten országát akarjuk építeni, abban az ügyben, ami éppen terítékre kerül, a legjobb, hogyha lehetőleg egységes döntést tudunk hozni. Ugye? Igazából az egyházban az a többségi döntés, az igazából ilyen valamit átvettünk a világból. De ha azt a mintát szeretnénk követni, ami itt van előttünk az Abcsel 15-ben, akkor érdemes addig beszélni egy ügyről, amíg tényleg közös döntésre nem tudunk jutni, figyelembe véve a bibliai alapinformációt és az ügynek a lényegét, és a településünknek a dolgait. Ja, hogy érdemes addig beszélni, hogy tényleg mindenki oda tudja adni a nevét, mert ugye ezt szeretnék. Ha hoztunk egy döntést, akkor azt szeretnék, hogy minden presbiter a saját körzete felé, és a presbiter, vagy a gyülekezet felé, de akár a település felé is, teljes mellszélességgel támogatni tudja ezt a döntést. A legrosszabb az, amikor a presbitérium hoz egy döntést, utána többséggel úgymond, és egy presbiter elkezdi magyarázni valakinek, hogy ő miért nem ért egyet a presbitérium döntésével. Ha bajt akarunk a gyülekezetben, akkor így kell csinálni. Tehát addig beszélünk, imádkozunk, végig gondoljuk, elnapoljuk, amíg olyan döntést nem tudunk hozni, amihez mindenki meg tudja adni a nevét, és meg is fogja védeni ezt a döntést, és el is tudja magyarázni miért. És talán azt is tudja elmagyarázni a saját körzetében, vagy a saját párjának, hogy ez nem az, amit én szerettem volna, és ez nem az, amire én gondoltam előzőleg, de érv. A Bibliában azt tanultam, presbiter társam ezt meg azt mondta, hogy ezzel tudnánk építeni a gyülekezetet. Én ezekre nem is gondoltam, de végig gondoltam, szerintem igaza van, és ezért én most tanultam valamit ebből a döntéshozatalból, és rájöttem arra, hogy most így fogjuk az Isten országát építeni, akkor lehet, hogy 3-4-5 év múlva ugyanazt a dolgot már másképp fogjuk csinálni, de most Lompérton ebben az ügyben ezt a döntést hoztuk, mert így lehet Isten országát építeni. És akkor milyen legyen ez a döntés? Még egy mondok a végére. Milyen a jó döntés? A jó döntés, és szerintem mindent elmondtam már, először is megalapozott. Tehát érvekre épül. Bibliai érvekre épül, a valós helyzetre épül, figyelembe véve minden érintettnek a helyzetét, egy megalapozott döntést hozunk. Egy, ami 2 célra vezető. Hát valamit fogunk elérni ezzel. Éppen tegnap itt az asztalnál beszéltünk arról, hogy ugye a droghasználatról Hollandiába, hogy miért tették törvényessé a droghasználatot Hollandiába. Hát az az igazság, hogy nem tették törvényessé a droghasználatot az elején, hanem ezt, hogy azt mondták, hogy törvény tiltsa, csak nem foglalkozunk vele. Na, olyan, ez egy tipikus olyan döntés, ami pont nem célhoz vezet. Tehát ha valamit akarok megtiltani, akkor ez legyen tilos, és akkor arra is kell gondolni, hogy ezt hogy érjem el, hogy senki ne csinálja. De úgy, hogy valamit megtiltok, de ha valaki mégis csinálja, akkor foglalkozunk vele, hát az olyan döntés, ami nem is döntés. Tehát a jó döntés megalapozott, célra vezető, tényleg azt fogjuk elérni, amit szeretnénk, kivitelezhető a harmadik, tehát amikor egy döntést hozunk, akkor oda kell írni, hogy akkor ki a felelős, és meddig lesz kész. Tehát, és ha nem tudjuk odaírni, ha senki sem akarja vállalni a döntésnek a véghez vitelét, vagy hát ez olyan dolog, ami lehet, hogy 100 év múlva lesz kész, akkor nem jó döntést hoztunk. Mert ha nem kivitelezhető, akkor nem hoztunk döntést, hanem igazából csak valamit írtunk egy papírra. És ehhez tartozik, hogy a negyedik számon kérhető. A jó döntés mindig számon kérhető. Mindig lehet tudni,
hogy megtörtént-e a dolog, hogy meg fog-e történni a dolog, amiről beszéltünk, vagy sem. Le is van írva, ugye? Egy döntési száma is van. Ezért, ha valaki nem tartja meg, oda lehet menni, hogy bocsánat kérünk, de ugye abban maradtunk. Most lehet, hogy egy-két szokatlan dolgot mondtam el, vagy lehet, hogy még nem így gondolkodtunk a presbiteri munkáról, és azt teljesen elfogadom. És lehet, hogyha ezt végig gondoljuk, végig pörgetjük ezt az egészet, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy hát akkor sokkal bonyolultabb lesz a döntéshozatal, meg sokkal hosszabb ideig fognak tartani a presbiteri gyűlések, ha erről, arról is kell beszélni sok mindenről, és ez lehet. Az tényleg lehet. Hogy a döntési folyamat valamivel hosszabb lesz. De én szerintem, hogyha követjük azt a mintát, amit felolvastam a Bibliából, és próbáljuk ezt lefordítani a saját helyzetünkre, ha követjük azt a mintát, amelyet Isten adott az ő egyházának, akkor megadjuk az esélyt Istennek, hogy a mi döntésünkben több legyen belőle, mint belőlük. Hogy a döntésünkben több legyen a Bibliából, az Isten országából, tehát ő legyen több, és a mi elképzelésünk legyen kevesebb. És lehet, hogy az elején, mint a pizzasütésnél, lehet, hogy az elején ez több időt vesz igénybe. De ezt azért csináljuk, hogy mi, mint presbiterek is, fejlődjünk ebben, tanuljuk ezt meg. És valamikor ez már magától fog menni. És akkor azok a presbiterek, akik majd ugye becsatlakoznak, valaki már nem tudja vállalni, kilép a presbitériumból, bejönnek a fiatalabbak, ők már ezt fogják tanulni. Nekik már ez lesz a normális. Ugye erről beszéltünk tegnap is. Akkor már megerősítettük egy kicsit a gyülekezetet, és kevesebb esélyt adunk a világnak, hogy beleszóljon a gyülekezet dolgaiba. És megint ez a mi felelősségünk. Nekünk kell végig gondolni, elkezdeni, komolyan csinálni. Aztán, ha tényleg Isten útmutatásait követjük, akkor bízhatunk benne, hogy ő ezt megáldja, és hogy meg fogja erősíteni a mi döntéseinket az ő áldásával. És ezt a gyümölcsökből meg is fogjuk látni. Ezért csak biztatni tudom a testvéreket, hogy fontoljuk meg ezeket a dolgokat, beszéljük meg közösen, hogy az akkor a gyakorlatban hogy fog kinézni. Aztán majd egy év múlva szóltok, hogy sikerült, vagy hogy nem sikerült, vagy másképp csináljátok-e, vagy nem csináljátok másképp, és akkor abból én is tanulok.